Vajon hol lehet ma Pokolyó? Pokolyó! Pokolyó, de megijesztettél! Értem. Ez az új játékod, ugye? Nagyon vicces. Na most meg hová tűnt? Mert megint te vagy. Erre nem is számítottam. Na és most mire készülsz? De Pokolyó! Szerintem Pokolyó azt szeretné, ha mindannyian együtt kiáltanátok vele, hogy bú! Mehet? Egy, kettő, három! Bú! Hallgass ide, Pokolyó, nem mindenki szereti ezt az ijesztgetős játékot. Ugye Lulára nem akarsz rá kiabálni? Nem. Akkor jó. Ajjaj. Szegény Lula. Pokolyó, ugye nem arra gondolsz, hogy... Jaj... Azt szeretnéd, ha Pokolyó újra megijesztene? Nagyon jól érzed magad, igaz? Figyelj csak, Pokolyó! Tudod, hogy Pátó mennyire érzékeny? Talán őt nem kellene... Jaj, Pátó! Ez elég ijesztő volt! Te jó ég! Tiszta a levegő? Igen, ez a megoldás. Egy kellemes, ellazító zuhanyozás. Itt a tengerfenekén végre találsz egy kis békét és nyugalmat, Pátó. Ó, de fárasztó. Á, igen, víz. Pokolyó! Nem gondolod, hogy ez már azért egy kicsit túlzás? Én nem. Jaj, szegény Pátó. Elmondanátok Ellinek, hogy Pátó miért van ennyire megrémülve? Mert megijesztették! Pokolyó megijesztette! Azt akarod, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy bú? Rendben. Felkészülni?
kettő, három, bum! Pokolyó, légy megértő! Ha te ijeszgetsz másokat, akkor hagyd, hogy ők is ijeszgessenek téged. Nem is olyan vészes, ha rád kiáltanak, hogy bú! Tulajdonképpen egészen vicces. Pato, te is kiálthatod ám, hogy bú! Jaj, jaj, most tényleg megijedtem. Éljen Pokolyó, éljen Pato, éljenek a játékok. Bú! Ha-ha, ez jó volt, ugye? Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Ijesztő hangok. Tű, ma az űrbe megyünk kalandozni. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Pato! Ha-ho! Mi az, Pato? Te akarod vezetni az ummantót? Ajaj, Pato! Megmondanátok Patónak, hogy legyen óvatos? Légy óvatos, Pato! Talán az az alkatrész nem is volt annyira fontos. Vagy mégis lehet, hogy fontos volt? Oh! Oh. Úgy látszik, meg kell keresnetek az ummantó hiányzó alkatrészét. Szerintem Pato másfelé szeretné keresni, Pokolyó. Ah! Mi volt az? Pato, nagyon furcsa hangot hallott, Pokolyó. Lehet, hogy csak képzelődtél, Pato. Egyáltalán nem képzelődtél. Ez egy... űrlény. Pokolyó nem hiszi el, hogy Pato látott egy űrlényt. Mondjuk meg Pokolyónak, hogy mi is láttuk, jó? Igen! Tényleg van itt egy űrlény. Pato, Pato! Óvatosan! Yeah!
Megmondanátok Pokolyónak, hogy hol van az űrlény? A fejedem! Tűha! Hiszen ez az ummantó hiányzó alkatrésze. Pátó, hát ezért üldözött téged. Csak vissza akarta adni. Görög dinnye. A kedvenced, Pátó. Úgy látom, lett egy igazán jó barátod, Pátó. Ideje hazaröppenni, nem sokára ágyba kell bújni. Ne félj, Pátó, majd máskor meglátogathatod az új barátodat. De a vezetést egy kicsit még gyakorolnod kéne. De kedves! Éljen, Pátó, éljen, Pokolyó, és éljen a barátkozás! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Kempingezés. Mi folyik itt? Ez egy sátor, egy hálózsák és egy függőágy? Kemping! Ja, értem, kempingeztek. Nagyszerű. Elemlámpa. Jó ötlet. Hamarosan este lesz. Elinek is van elemlámpája. Pátó, hoztál elemlámpát? Mit gondoltok, ez elemlámpa? Ez elemlámpa? Nem, ez egy gumikacsa. Az micsoda? Elemlámpa! Úgy bizony, elemlámpa. Ügyes vagy, Pátó. Ajjaj. Csendes pihenő Szundi madárral. Függőágy. Függőágy! Egy sátor? Ajjaj. Sátor! Egy hálózsák. Hálózsák. Szia! Hát, Pokolyó csak játszott. Jó ét! Atya ég! Ez nagyon ijesztő, Pátó! Ah, Pokolyó, megijesztettél! Ez aztán rémisztő. Ideje ágyba bújni. Oh,
Ojaj, mi volt ez? Pokolyó, Pátó hallott valami rémisztő hangot. Már megint? Ne féljetek, szerintem nincs ott semmi. Számolósdi! Egy! Kettő! Három! Négy! Öt! Hat! Hét! Nyolc! Kilenc! Tíz! Ideje ebédelni egy jó! Úgy látom, Pátó már tudja, mit rendel. Két banánt. Nagyszerű. Két banán. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább? Két ananászhoz. Két ananász. Két ananász. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Kettő, két szív. Úgy bizony, kettő. Végre reggel van. Jaj! Megint hallom azt a hangot. Megmondanátok a barátainknak, honnan jön a hang? A fáról! A fáról jön! Hiszen ez csak szundi madár, aki csöppet sem rémisztő. Hát, ideje összecsomagolnunk. Hosszú éjszaka volt. Énekeljünk! Van a dobozban. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Egy doboz. Doboz. Igen, egy doboz. Csodás dolog egy ilyen doboz. Annyi mindent lehet vele csinálni. Annyi minden lehet belőle. Rum, 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 rum. Pokolyó most eljátsza, hogy a doboz... Rum, 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 mit játszol, Pokolyó? Mi most a dobozod? Bip, bip. Rum, rum, rum. Ti tudjátok? Mit játszik Pokolyó? Rum, mi a doboza? Rum, 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 rum. Autó! Azt játsza, hogy egy autó. Úgy bizony, autó. A doboz egy autó. Ne.
Pokoju, nézd! A doboz egy autó. Rum, 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 rrrr. Oda nézz! A doboz autód magától mozog, mint egy igazi autó. Úgy látszik, Ellie-nek támadt egy jó ötlete. Mi lehet még a dobozból? Legyen most asztal. Bár eléggé különös asztal. A doboz újra elslisszolt. Úgy látom, Pátónak is támadt egy ötlete, hogy mi legyen a doboz. Mindjárt fellép rá, hogy elérje azt a zamatos almát. Hoppá! Igen. Hát félek, hogy ez a doboz nem olyan, mint a többi doboz. Tudjátok, miért szalad el állandóan? Hadd segítsek egy kicsit. Van valami a belsejében. Az a valami nagyon-nagyon barátságos. A füle kajla és folyton csóválja a farkát. Kitaláljátok, mi az? Na és ti? Meg tudjátok mondani a barátainknak, hogy micsoda, vagy kicsoda van a dobozban? Hogy mi mozgatja? Lula! Úgy bizony, Lula az! Lula? Lula mindvégig benne volt a dobozban. Tudjátok, szerintem Lula nagyon szereti ezt a dobozt. Vajon mit csinálhatnánk ebből a dobozból, hogy még több időt tölthessen benne? Hát ez is azt mutatja, hogy az ember sok mindenre használhat egy dobozt. Sőt, mi több, a kutya is. Éljen Pokolyó! Éljenek a dobozok! És éljen Lula is! Pápa, nem sokára találkozunk! Podzilla. Ó, oh, Pokolyó és Pátó! Ha-ha. Mit nézegettek?
Tyű, egy képregényt. Mekkora hatalmas, ijesztő szörnyetegek. Szörnyek. Biztos a hangjuk is rémisztő. Tudsz ijesztő szörny hangon kiabálni? Rajta gyerekek, kiabáljunk ijesztő szörny hangon. Ez nagyon rémisztő. Ó, mi volt ez? Egy játékautó. Ó, szerintem menj az útjából, Pokolyó. Vajon hová megy? Szerintem Pátót a szörnyek jobban érdeklik, mint az a kocsi. Kocsi! Siess, érd utol, Pokolyó! Egy játékváros. Bámulatos. És mintha az egész kockákból épült volna. Pátó, ezt látnod kell! Hidd el, tetszeni fog. Úgy néztek ki, mint két óriás. Miben mesterkedtek? Értem. Pokolyó lesz a majom szörny, Pátó pedig a rémisztő sárkány szörnyeteg. Hey, várj egy percet, Pokolyó. Pátónak igaza van. Pokolyó, ő a sárkány szörnyetek, te pedig a majom szörny vagy. Rendben. Nagyon jó, Pokolyó. Mik ezek? Aprócska lények? Nem vette észre őket. Pokolyó nem vette észre ezeket a szegény kis lényeket, mert annyira élvezi, hogy ilyen rémisztő. Szerintem Pokolyó és Pátó halálra rémítik őket. Na de, Pátó! Várjatok, én... Ó, ne! Ajaj, Pokolyó, Pátó, most már elég ebből! Pátó, Pokolyó, hagyjátok abba ezt a játékot! Ez most már tényleg túlzás! Pátó! Pokolyó! Jaj, akkora zajt csapnak, hogy nem hallják a hangomat! Kiabáljuk együtt azt, hogy elég! Ez az egyetlen esélyünk! Mehet? Hagyjátok abba ezt a játékot! Pokolyó, romba döntötted ezeket az épületeket, pedig apró lények élnek bennük. Azért nem látod őket, mert elbújtak. Nézd csak be ide, ebbe a házba! Látjátok, szerintem halálra rémítettétek őket. Barátok! Így is félnek tőled, Pokolyó. Miközben szörnyetegest játszottatok, romba döntöttétek az egész városukat. Ezt valahogy rendbe kell hoznotok. Szerintetek mit csináljanak? Építsék fel újra a várost. Igen! Építsék újra!
Remek ötlet! Igen, ezt kell tenniük. Na, így már sokkal jobb. Gyertek vissza, apró lények, ne féljetek! Minden újra a régi. De Pato hol van? Tű, építettél nekik egy vidám parkot is? De szép. Pato, te vagy a vidám park. Tű, de eredeti. Éljen Pokolyó és Pato, éljen a figyelmesség. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Titokzatos lábnyomok. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, mit csinálsz? Követed valakinek a nyomát? Vajon kinek a lábnyomai lehetnek? Elég aprócskák. Azt hiszem, tudom. Pontosan akkorák, mint Pokolyó talpa. Segítene valaki Pokolyónak kitalálni, kinek a lábnyomai ezek? Pokolyói! Ezek Pokolyó lábnyomai! Igazuk van. Pokolyó, a saját lábnyomaidat követed. De mi ez? Nézd, újabb lábnyomok. És a lábnyomok gazdája biztos, hogy nem hord cipőt. Sőt, szerintem neki nem is talpa van, hanem tappancsa. Kinek a lábnyomai ezek, tudod, Pokolyó? Mondd csak, a te lábnyomaid, Pokolyó. Segítene valaki Pokolyónak kitalálni, kinek a lábnyomai ezek? A kutyái! Lulái! Igazatok van! Lula lábnyomai! Tudjátok, előfordul, hogy lábnyomokat vagy más nyomokat hagyunk magunk után, amikor például a vízparti homokban sétálgatunk. Tűha, ezek aztán titokzatosak. Kinek vagy minek a lábnyomai lehetnek? Kerek. Igen, kereknyomok. Nagy. Igazad van, jó nagyok. Sokkal nagyobbak, mint a te lábnyomaid, Pokolyó. Nagy, kerek talp. Vajon kié lehet? Pokolyó, tudod, hogy kinek a lábnyomai ezek? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy kinek van ilyen nagy, kerek lábnyoma? Igazatok van! Pokolyó barátjának, Ellinek a lábnyomai. Ahó, Eli! Eli, te aztán tényleg nagy lábon élsz. Van valaki, akinek nagyon-nagyon érdekesek a lábnyomai. Ahó, Pato! Úszni mész? De miféle nyomok ezek? Nagy!
Igen, a nyomok gazdájának hatalmas nagy lába van. Még Eliénél is nagyobb. És bárki legyen is az, úszó hártya van a lábán. Szóval bárki is hagyta ezeket a nyomokat, az biztos, hogy nem kisfiú, kutya vagy elefánt volt. Igaz, Pokolyó? Akkor vajon ki lehet? Szörny. Jaj, nem! Pokolyó szerintem biztos, hogy nem szörny. Pokolyó? Pokolyó, ha esetleg megnéznéd a... Pokolyó, tudom, hogy most azt hiszed, nagyon közel van az a szörnyeteg. De hidd el, nem kell megijedned. Nézd, Pátó, hát nem furcsa? A nyomok közvetlenül mögötted vannak. Látod, ki hagyta ezeket a rémisztő nyomokat, Pokolyó? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, kinek a talpa illik bele ezekbe a nyomokba? Pátó! Pátó talpa! Pátó! Végig Pátó volt az. Úszni ment, és így slattyogott az uszonyaiban. Éljen, Pokolyó! Megfejtetted a hatalmas szörnyeteg rejtélyét. Okos vagy. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! A rém rejtély. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Mit csinálsz, Pokolyó? Mi ez? Egy rém! Jaj, te jó ég! Ez a rajz tényleg rémisztő, Pokolyó! Nagyon megijesztettél! Na és mit csinálsz ezzel a rémmel? Bú! Rémizgetsz másokat? Kiket? Őket! Á, nézd, itt van Eli! Ahó, Eli! Eli, nézd csak! Itt egy rém! Hát igen, kék a lába. Észrevetted. Mit gondoltok, Eli tényleg megijedt a rémtől? Nem! Igazatok van, csak úgy tesz. Ne szomorkodj, Pokolyó, nagyon is rémisztő ez a rém. Ó, szörnyűséges! Segítség, segítség! Egy rém! Júj! Segítség, rém! Pátó, szerintem nézd meg! Lehet, hogy tényleg van ott valami rém. Segítség! Segítség! Fuss el, Pátó! Menekülj! Hát, úgy látszik, Pátót sem könnyű megijeszteni. Buta doboz! A Pokolyó! Oh! Jaj! Jaj, ez nem valami jó. Pokolyó doboz a szundi madáron landolt. Eli, Pátó, ez nem Pokolyó. Higgyétek el, segítene valaki? Pokolyó van a dobozban? Nem!
pokolyó nincs a dobozban. Jaj, szegény Szundi madár. Gondolom szeretnél kijutni a dobozból. Barátaid biztos segítenének. De azt hiszik, valami rém vagy. Tessék, Szundi madár. Mivel mindenki azt hiszi, hogy rém vagy, tényleg rém is leszel? Ajjaj. Ez a csöngés. A telefon. Halló? Pato. Aré! Tűha, szerintem Szundi madárka készül valamire. Igen, Szundi madárka. Szundi madár van a dobozban. Hála az égnek, hogy rájöttél. Pokolyó, Eli, Pato! Nem kell félnetek, nincs itt semmiféle rém. Megmondjátok nekik, ki van a dobozban. Látjátok, a rém mégsem rém, hanem csak Szundi madár. Tűha! Értem már. De jó, most már mindenkinek van saját rém doboza. Éljenek az ijesztő pofák, éljenek a barátok. Pápa, nem sokára találkozunk. Bújócska. Ahó, gyerekek! Valami rosszat mondtam? 1, 2, 3. Értem már, ez egy játék. Bújócskáztok. 8, 9, 10. Pokolyó, ugye tudod, mit kell csinálnod most? Nem. Nem te bújsz el. A barátaid bújnak el, te pedig megkeresed őket. Tudom. Lula, éljen! Jaj, Pokolyó! Megtaláltam! Igen! Jó, de Lula nem játszik. Szundi madár, éljen! Szundi madár sem bujócskázik. Elit, Pátót és Szundi madárkát kell megkeresned. Ne szomorkodj, könnyen megtalálod őket. Ajaj. Pato professzor. Osztály, figyelem! Pato professzor ma arról beszél, mi hol van. Ez egy doboz. És ez egy labda. A labda a dobozon kívül van. Kívül.
Most a labda a dobozon belül van. Belül. Most a labda a doboz mögött van. Mögötte. És most a doboz előtt. Előtte. Szundi madárka mondani szeretne valamit. Tű! Mindent megtanultunk arról, mi hol van. Köszönjük, Pató professzor! Pató professzor előadását hallottátok. Eli, Pokolyó mindjárt ideér. Bújj el! Bújj el! A fa mögé, gyorsan! Ne add fel, Pokolyó, keresd tovább! Megmondanátok Pokolyónak, hol bujkál Eli? Megtaláltad! Ügyes vagy! Gyorsan, Pátó, bújj el! A dobozba jó ötlet! Megmondanátok Pokolyónak, hol bujkál Pátó? Mögötted van! A dobozban! Pátó! Ilyen! Ügyes vagy! Állatos összekötősdi. Ahó, Pokolyó! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Fejezzük be a képet. Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Ez egy krokodil! Krokodil! Igen, ez egy krokodil. Ajaj! Itt jön, Pokolyó! Bújj el! Á, Pokolyó! Segítsünk megkeresni Szundi madárkát! Nem, én keresem! Értem, egyedül szeretnéd megtalálni Szundi madárkát. Rendben, akkor keresd! Szundi madárka! Ügyes vagy! Hé, hová tűnt? Mindenkit megtaláltál! Éljen a bujócska! Énekeljünk! Búj! Szik! Keres! Hol lehet most? Most belül van! És hol van most? Most meg kívül van! És hol van most? Most a kő előtt áll. És hol van most? Most a kő mögött áll. Hol lehet most? Most belül van. És hol van most? Most meg kívül van. És hol van most? A kő mögött. És hol van most? Most a kő előtt van. Keres, búj, keres. Pokolyó! A haragos űrlény. Ahó! Mi ez a hang? Ahó! Bocsánat.
Nem akartalak megijeszteni. Nem, hát persze, dehogy is. Egyáltalán nem ijedtél meg, egy kicsit se. Dehogy. Na és hová mész? Pokolyó világát keresed? Tényleg? Hát mi tudjuk, hogy lehet eljutni Pokolyó világába. Természetesen szívesen útba igazítunk. Mi olyan vicces? Semmi? Jól van. Útba igazítanátok az űrlényt. Elmondanátok neki, hogy jut el Pokolyó világába. Arra menj! Kövesd a nyilat! Igen, arra kell menni. Kövesd a nyilat! Jó utat! Itt vagyunk. Egyébként békés szándékkal jöttél, igaz? Nem! Nem? Ajaj! Csűra! Úgy látszik, az űrlény gonosz tervet forgat a fejében. El akarja foglalni Pokolyó világát. De nézzétek, milyen kicsi! Jaj, és milyen aranyos. Valentina azt mondja, köszöni a kalapot, űrlény cimbora. Valentina, az űrlény azt mondja, azért jött, hogy ő legyen itt a király. Nem azért, hogy kalapokat csinálja. Pokolyó? Szeretnélek bemutatni ennek a kis űrlénynek, aki azért jött, hogy... Játszunk! Nem egészen. A bolygód uralkodója szeretne lenni. Eli! Ahó, Eli! Megmondja valaki Elinek és Pokolyónak, hogy honnan jön ez a hang. Az űrlényből! Rálőttél! Úgy bizony. Ajaj. Hát itt vagy. Ajaj, összenyomódtál. Újra a régi vagy. Mi lenne, ha játszanál egy kicsit, mielőtt elfoglalod a bolygót, űrlényke? Ajaj. Pato, az űrlény azt parancsolja, hogy vidd el a virágokat balra. Pato egyetért veled, űrlényke. Tényleg jobban mutatnak ott a virágok. Örül, hogy megmondtad neki, mit csinálja. Azt mondod, a kerítésen túl minden a tiéd? És senki sem mehet át? Nézzétek, az ugrálást mindenki élvezi. Vigyázz, Eli! Eli, az űrlény megpróbál rád ijeszteni. Ó, tönkre ment a játék ágyú. Ó, ne, űrlényke, ne sírj, nem olyan vészes.
Mi lenne, ha kicsit abba hagynád a világhódítást, és inkább barátkoznál? Mind a barátaid leszünk. Egészen addig, amíg barátságos vagy, igaz? Lesztek az űrlény barátai, hogyha barátságosan viselkedik? Leszünk a barátaid! Szeretünk űrlényre! Csak légy barátságos, ennyi az egész. Na, így másokkal jobb. Lehet, hogy a világot nem foglaltad el űrlényként, de a szívünket igen. Éljenek a békés játékok! Éljenek az új barátok! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Pokolyó, Pokolyó! Ah, itt a barátunk Pokolyó! Ha-ó, Pokolyó! Ha-ha! Mi a terved mára? Pokolyó játszik. Pompás, hát persze. A játéknál nincs is jobb. Na és kivel fogsz játszani, Pokolyó? Barátokkal. Hát úgy látom, hogy most senki sincs itt. Barátok? Barátok, barátok. Hűha! Tudod, mi ez, Pokolyó? Barátok, barátok. Hello, hello. Úgy látom, találtál egy barátot, akivel játszhatsz. De szerinted ki az, Pokolyó? Pato. Pato? De Pokolyó? Segíteni Pokolyónak? Pátó ismételgeti azt, amit Pokolyó mond. Nem! Ez nem Pátó! Hát persze, hogy nem Pátó az, Pokolyó. Vajon ki adja ki ezt a hangot? Eli! Bocsánat, Pátó. Ugye, milyen jól áll Elinek a roller? Eli! 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 Eli sem az, ugye, Pokolyó? Vajon akkor ki lehet a barátod? Barátok? Barátok? Jaj, Eli, tudod, arról barátok? Van szó, hogy Pokolyó szeretné kitalálni, hogy ki az, aki folyton visszakiált neki. Te tudod? Hello! Pokolyó... Ki vagy te? Ki vagy te? Pokolyó! 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 Igen! 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 Ki vagy te? Ki vagy te? Ki vagy te? Ki vagy te? Ó, mondd csak, Pokolyó, segítsünk kitalálni, kinek a hangja ez. Jól van. Akkor kiálts még egyszer. Hello! Hello!
Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy kinek a hangja ez? Pokolyó hangja! Pokolyó? Úgy bizony, ez Pokolyó hangja. Vannak olyan helyek, ahol a hangod visszaverődik, és újra hallod. Ezt nevezik visszhangnak. Visszhang? Visszhang. Próbáld meg újra. Visszhang. Visszhang. Igen, a visszhang csodálatos dolog. És játszani is csudamókás vele. Pokolyó! Pokolyó! Látszik, Pokolyó végül mégis talált magának játszótársat. Éljen Pokolyó! És Pokolyó is! Pápa, nem sokára találkozunk! Nem sokára találkozunk! Nem sokára találkozunk! Nem sokára találkozunk! Pokolyó! Pokolyó nyomozó. Ahó, Eli! Csodaszép napunk van. Igazi piknikezős nap. Ajjaj, úgy hallom, dörög az ég. Szerintem csomagold össze a cuccaidat, nehogy elázzanak. Oh, végül is nem mennydörgés volt, csak pátó dobolt. Na tessék, újra itt vagyunk. Megmondanátok Elinek, hogy mi vagy ki hiányzik a piknikről? A baba! Eli babája hiányzik. Jól van, Eli, nem kell megijedni. Biztos, hogy a babád itt van valahol. Mikor láttad utoljára? Eli! Jaj, Eli, ugye nem gondolod, hogy Pátó vette el a babádat? Nem tennél ilyet, ugye, Pátó? Na, látod? Eli, ez nem valami kedves tőled. De Eli, Szundi madár nem vihette el a babádat. Eli, ez most már tényleg sok. Figyelj, Eli, Valentina semmiképpen sem vehette el a babádat. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Eli, nyugodj meg, kérlek! Tudod, Pokolyó, Eli azért szomorú, mert elvesztette a babáját. Mi az, Pokolyó? Esetleg tudnál segíteni Ellinek? Mi ez? Pokolyó nyomozó. Tű, értem már. Ez biztos Pokolyó nyomozó irodája. Ülj le! Tudod,
Tudod, Eli, azt szeretné mondani, hogy kellene valaki, aki segít neki megkeresni a babáját. Megtalálom. Úgy látszik, Pokolyó nyomozó gyanúsítottakat keres. Szerintem nem Pátó vette el a babát. Itt voltunk, láttuk volna. Ti? Szerintem Pokolyó azt szeretné tudni, közületek vette el valaki a babát. Nem! Dehogy, Pokolyó! Pokolyó nyomozó most egy másik gyanúsított nyomába eredt. Még nem. Jaj, Eli, szerintem nem szabad sürgetnünk Pokolyó nyomozót. Időbe telik megkeresni az eltűnt babákat. Pokolyó nyomozó visszatért a tetszín helyére. Eli arra kíváncsi, hogy találtál-e már valamit. Nézd csak, Eli, ott a babád! Nem, komolyan, tényleg ott van! Mondjátok meg Elinek, hogy hol van a babája. Mögötted! Az ágyon! Biztos elpakoltad, amikor hallottad a mennydörgést, és azt hitted, hogy esni fog az eső. Nyomozó úr? Eli azt mondja, hogy abba hagyhatod a nyomozást. Gondolom, az ügy le van zárva. Nem. Nem? Pokolyó nyomozónak valahogy nem tetszik Eli viselkedése. Elinél mindvégig ott volt a babája. Pokolyó nyomozó szerint illene bocsánatot kérned a barátaidtól, Eli. Jó napunk volt. Belefért egy tea délután és egy rejtély megoldása is. Éljen, Pokolyó nyomozó! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Láthatatlan Pokolyó. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Tetszik a mesekönyv? Mi ez? Tű, egy játék. Egy nagy narancssárga gombbal. Jé, láttad? Eltűnt a fa. Újra itt van. Ez aztán a csodás játék. Hű, Pokolyó egy láthatatlan hintán hintázik. Láthatatlan autó. Na ez nagyon vicces. Hűha. Micsoda móka! Te jó ég! Ha-hó! Jól mulatsz, igaz? Megmutatom Elinek! Kitűnő ötlet, Pokolyó! Eli, Pokolyó szeretne valami hihetetlen dolgot mutatni. Ja, nem érsz rá a tea délutánod miatt?
Megmutatom Patunknak. Patu, Patu, nézd, nézd! Patu, Patu! Patu, Patu! Barátok! Támadt egy ötleted? Juhé! Ocsai! Lalala, lalala, lalala! Pokolyó, láthatatlan vagy! Az a játék téged is láthatatlanná tud tenni. Hajjaj! Eli, nem a babád volt az. Megmondanátok Elinek, ki ette meg a szendvicsét? Pokolyó! Ő ette meg a szendvicsedet. Nem hisz nekünk. Pokolyó rollerezik ott. Megmondjátok Pátónak, ki viszi el mindig a locsoló kannáját? Pokolyó! Ő viszi el! Pátó szerint Eli a ludas. Mondd csak, Pokolyó, elég kalamajkát okoztál már? Vajon most mire készül? Jaj, Eli, nem kell ám megijedni, ez igazából... Megmondanátok Pokolyónak, miért nem fél már tőle Pátó és Eli? Mert már látnak! Eli, Pátó, Pokolyó csak megviccel titeket egy kicsit az új játékával. Hiszen ő szerette volna megmutatni, de ti nem értetek rá. Tessék, Eli, támadt egy ötletet? Azt mondod, új játék? Mi az? Tű, hát ez nagyon fura. De közben... írtó vicces is! Éljenek az új játékok, és éljenek a látható barátok! Pápa, nem sokára találkozunk! Új vendég a bolygón. Mi ez a hang? Úgy látom, az űrből jött egy látogató. Esetleg köszönjünk neki mindannyian. Rendben? Akkor rajta. Szia, űrlény! Ajaj, úgy látom, félénk egy kicsit. Semmi baj, semmi baj. Barátok közt vagy, kis zöld űrlény. Köszöntelek a bolygónkon. Először jársz itt? Akkor hadd mutassalak be pár barátunknak. Egyébként békés szándékkal jöttél, ugye? Szerintem te is jóban leszel a barátainkkal.
Hűha, mi ez? Jaj, ő Pokolyó. Jaj, ne, Pokolyó, várj! Pokolyó! Ha-ha. Szeretnélek bemutatni valakinek. Nem, nem, fölötted van, Pokolyó. Ha-ha. Pokolyó, a barátunk elég félénk, úgyhogy légy nagyon kedves hozzá. Így már jobb. Igen! Pokolyó, emlékszel? Kedvesem! Megmondanátok, hogy kinek a hangja ez? Patói! Pató hangja! Ne, Pató! Ajaj, megint a szemébe csúszott a kalapja. Pató, Pató! Állj meg, Pató! Megrémíted az új barátunkat. Bári! Hű, ez nem sokon múlott. De hová tűnt az űrlény? Ó, hát itt vagy. Figyelj, borzasztóan sajnálom, ami történt. Pató általában nem ilyen. Ismerd meg Elit. Nincs mitől félned, nagyon kedves hölgy. Ajaj. Hát ez elég szerencsétlenül alakult. Ajaj. Hát ez nagyon nem jó. Barát. Ha-hó, kis barátunk. Hát itt vagy. Nézd csak, Eli és Pátó. Látod, teljesen ártalmatlanok. Mit gondoltok, köszönjön Pokolyó és az űrlény Elinek és Pátónak? Igen! Köszönjenek nekik! Hoppá! Hát ez nem sült el valami jól, igaz? Ne aggódj, szerintem csak megijedtek tőled. Ó, már jönnek is! Figyelem, mindenki! Szeretném bemutatni nektek új űrlény barátunkat, az űrből érkezett. Látod? Tudtam, hogy amint megismeritek egymást, rögtön jó barátok lesztek. Mi ez? Ó, ezek biztos a szülei. Talán azért jöttek, hogy hazavigyék a kis barátunkat. Nagyon kedves a kisfiad. Igazán jól éreztük magunkat, űrlény mama. Ó, értem, szóval te az űrlény papa vagy. Ajaj, mindjárt elmennek a barátaink, és Pokolyó meg Elli nincsenek itt, hogy elköszönjenek új barátjuktól. Úgy látom, most már indulnak. Milyen kár! Láttátok ezt? Ő, nézzétek! Pokolyó és Eli eljöttek elbúcsúzni.
Köszönjünk el mind az űrlényektől, rendben? Sziasztok! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A rejtélyes rejtvény. Halló, Pokolyó! Halló! Ó, oh, mi van a kezedben? Fényképezőgép! Milyen remek fényképezőgép! Ez csodálatos! Lássuk csak, mit tudsz még lefényképezni a fényképezőgéppel? Biztos van még valami, amit érdemes lefényképezni. Találtál valamit? Tudja valaki, mit fog lefotózni, Pokolyó? Egy alma! Ez egy alma! Igen, egy almát! Gyönyörű fényképet lehet készíteni róla. Alma! Fényképezőgép? Igazad van, Pokolyó. Eltűnt a fényképezőgép. Vajon mi történhetett vele? Fénykép! Nézd, Pokolyó! A fotón egy rózsaszínű láb van. Szerintem, aki elvitte a fényképezőgépet, hagyott valami nyomot maga után. Játszik velünk! Ha rájövünk, ki csinálta a fényképet, akkor azt is tudni fogjuk, kinél van a gép. Pokolyó, vajon kinek a rózsaszínű lába lehet ez? Lulái! Itt van Lula. Ahó! Jó kis kutya vagy, Lula. Pokolyó, szerinted egyforma ez a két láb? Na és szerintetek egyforma ez a két láb? Nem, szerintem sem. Micsoda rejtély. Pokolyó, nézd csak! Itt egy újabb fénykép. Tyű, ez egyre érdekesebb. Kerekek! Igen, azok tényleg kerekek. De vajon ki... Pato! Lehet, hogy igazad van, Pokolyó, hisz Pato éppen gördeszkázik. Kerekek? Szerinted egyformák a kerekek, Pokolyó? Na és ti mit gondoltok? Szerintetek egyformák? Nem! Nem egyformák! Ajjaj, szóval nem Lula vitte el a fényképezőgépet, és nem is Pato. Hátizsák! Kék hátizsák! Úgy bizony. Rémlik, mintha már láttam volna valahol egy éppen ilyen kék hátizsákot. Emlékszel, kinek van ilyen kék hátizsákja, Pokolyó? Jaj, ne add fel, Pokolyó! Próbáljuk meg újra végignézni a fényképeket, hát ha rájövünk. Lássuk csak.
egy rózsaszínű láb, egy roller és egy kék hátizsák. Melyik ismerősünknek van rózsaszínű lába? Ki az, aki rollerrel jár és kék hátizsákot visel? Segítenétek Pokolyónak, szerintetek melyik barátjánál van a fényképezőgép? Elinél! Elinél! Igen, szerintem igazad van, Pokolyó. Azt hiszem, Eli hagyta nekünk ezeket a nyomokat, és nála van a fényképezőgép. Menjünk oda hozzá? Eli! Éljen, Pokolyó! Kitaláltad, kinél van a fényképezőgép. Okos vagy. De Pokolyó, Eli csak játszott. Csináljunk egy képet, ami mindenki rajta van. De jó ötlet! Tessék mosolyogni! Tyűha, ezt nevezem fényképnek. Pápa, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.